Szerintem, Emily, nem volt még olyan vendégünk így a stúdióban, akik mindketten Sándorok lennének, elsőként vannak itt, mármint hogy első vendégként, és hogy a monogramjuk is megegyezik. Te miket észre nem veszel? Nem? Tényleg stimmel, elképesztő. Két S. S monogramma. Köszöntünk a stúdióban. Kikokos ember. Elleget kívánunk. Majd a tavaszt is, majd március környékén, ha meghívnak minket így ebben a felállásban. Na. Jó reggelt kívánunk Székely Sándornak és Szaniszló Sándornak. Beszéljünk még egy olyan részletéről ennek az interjúnak, amiről itt a bevezetőben, amit Karácsony Gergely adott a jelennek, amiről még nem beszéltünk, mert hogy ennek a DK-ra nézve és Gyurcsány Ferencre nézve is volt egy érdekes része, amikor Benyor Rita kolléganőnk nagyon hosszan és végül sikerrel próbálta kiszedni, hogy amikor ugye korábban Karácsony Gergely meg Márki-Zay Péter zsarolást emlegetett Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, akkor mire gondolt, és annyi derült ki, hogy olyasmiről volt szó, nem piszlicsári ügyekről, előterjesztések leszavalazásáról, idézek most Karácsony Gergelytől, hanem például azzal, hogy ha valami nem jön össze, akkor visszavonják az ő támogatását, mint főpolgármester. Ez természetesen barokkos túlzás volt. Nem hiszem, hogy főpolgármester úr ezt így mondta volna, mert nyilvánvalóan nem igaz. Egy dolog biztos, hogy a választás hevében bizonyára voltak mindenféle egyeztetések. Én pontosan tudom, nálunk a 18. kerületben 6 pártot kell összefogni, és bizony néha mi is vitatkozunk. Soha nem zsaroljuk meg egymást, biztosan nem történt ez itt sem, de hogyha elfogy a türelmünk mondjuk több órás vita vagy partalan eszmecsere után, akkor valóban mondunk olyat, hogy akkor esetleg átgondoljuk, vagy elég volt ebből az egészből, de hát az néhány percig vagy egy-két napig tart, és az életnek vissza kell térni a rendes kerékvágásba. Itt is így van. Szerintem most már azt kell nézni, hogy ezt a választási kampányt normálisan végigcsináljuk, és leváltsuk az Orbán kormányt jövő tavasszal. Ez a fő cél. Nem szabad a múlttal már foglalkozni ilyen szinten. Ugye olyan szempontból érdekes a helyzet, hogy mennyire stabil Karácsony Gergely mögött mondjuk a DK támogatása, ami nem másodlagos nyilván a fővárosban. A DK a legnagyobb frakció jelen pillanatban, ugye mi 6-an vagyunk szavazati joggal a fővárosi közgyűlésben, és egyszer történt meg eddig, amikor a főpolgármester úr előterjesztése ellen szavaztunk, én magam is, de ugye ez arról szólt, hogy egy török céget tömnek ki a veszteséges helyzetben lévő vízművek valamilyen helyi csatornaépítési projektre. Ezt nem akartuk, mert nem bízunk meg a török partnerben. Ez az egy vita volt egyedül, amikor ellentétesen szavaztunk egymással. Hadd kérdezzünk azonban olyan, amit egyébként Székely úr is nyugodtan bekapcsolódott a beszélgetésbe, hogy mégis egy pici leheletnyi bizalomvesztés van ilyenkor, akár Karácsony Gergellyel szemben? Hát ez mégiscsak túl vagyunk egy nagyon fura előválasztáson az ő szemszögéből, túl vagyunk most egy interjún Karácsony Gergely esetében. Tudnak úgy tekinteni rá, mint egy ilyen nagyon karakteres, nagyon határozott, amit mondok, az úgy van, úgy lesz politikusra, főpolgármesterre? Eddig, amit Karácsony Gergely főpolgármesterként mondott nekünk, a városvezető koalíciónak, az úgy volt, hamarosan megkezdjük a tárgyalásokat. Tegnap már megvolt a üzenetváltás is a önkormányzatom és a főpolgármester úr között. Egyeztetünk a költségvetésről, egyeztetünk az ülőjút felújításáról. Szerintem a budapestieknek az az érdeke, hogy a megkezdett projektjeink azok végigmenjenek. Nincs, nem lehet ilyen vita, hogy most mit gondolunk a másikról. Uraim, képzeljék el, hát ugye... Már venné a levegőt. Tudom. Így mondhatom? Mondhatja, és akkor utána. Ugye én nagy, csak nagyon röviden, hogy ugye mi annak idején az előválasztásban Karácsony Gergőt támogattuk, ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalom, a Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomnak egyik előszervezete. És hát ugye mi azért támogattuk, hogy ő a fővárost, mert azt gondoltuk, hogy ő meg tudja csinálni a fővárost, és ez sikerült is neki. Én azt gondolom, hogy ez egy valóban egy szerencsétlen kijelentés volt, és választó jelentést szeretnék mondani. Ugyan én és az én szervezetem nem vett részt az előválasztásban, de a szüleim elmentek és rászavaztak, és hát ő többet nem fognak. Hát nem is lehet már. Tehát, hogy ők azt mondták, hogy, tehát, hogy ilyet nem lehet csinálni. Hát ez családon belül lehet, hogy reprezentatív. Kettőből kettő nem, de úgy amúgy. Igen, de hogy hát szóval ez a jelentést dobcsuk. Hát igen, ez most egy kiragadott példa, lehet, hogy most... De hogy egy választói hangulatot, hogyha tudok mondani, akkor... Na, egyébként ugye
nagyon szeretjük így az első blokját a startnak, mert ugye Emilynek meg az én fejemben is, hogy megvannak azok a gondolatok, néha közösek, néha eltérőek, de mindig próbáljuk egy kicsit oldottabban kezdeni a beszélgetést. Én most azzal kezdtem volna, ne haragudj, hogy ott voltak-e, kaptak-e meghívót, izgatottan várták-e esetleg a tegnapi filmpremiért, díszbemutatót. Ugye az ugyan X-esen mondom, ahogy a film van, Szurtuknak a bemutatójáról van szó. Tegnap volt egy díszbemutató, mai naptól már lehet látni a mozikban. Nekem az a véleményem, hogy szerkesztő úr kifejezését használva elszúrtak 800 millió forint közpénzt erre a filmre, ami szerintem semmilyen módon nem művészfilm. Ennek egy célja volt, hogy ezt a 800 millió forintot beletéve a több száz milliárdos kommunikációs csomagba lejárassák az ellenzéket, akkor még azt gondolták, hogy más felállásban fog ugye megméretődni az előválasztás, hogy bocsánat, én azt gondolom, és ezt fenntartom, ez a film a Fidesz székházakban való vetítsék ott, illetve ha vannak olyan mozik, akik azt gondolják, hogy ez anyagilag nekik megtérül, ám tegyék, de azt ne várják el, hogy a fővárosi önkormányzat például a saját mozik hálózaton keresztül ezt támogassuk és propagáljuk, mert maga a film sem egy biztos. Tehát nem kellett volna leforgatni Magyarország egyik politikai meghökkentő, megdöbbentő, elkeserítő politikai eseményéről szóló filmet, nem kellett volna csinálni. Dehogy is nem. Csak nem 800 millió forint állami támogatása. És olyan egy magántőke, bocsánat, aki ezt felvállal, és azt mondja, hogy ez mekkora kassza siker lesz, ám csinálja az ő dolguk, de ez egy forint állami támogatás sem lett volna szabad adni. Igen, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan film, nem láttam, de ugye hát, hogy a Fidesz ennyire nyomja, és hát nyilvánvalóan az ő szájuk íze szerint a leforgatva, én szerintem ez egy nagyon bonyolult esemény volt ott 2006-ban. Elképesztő sok dolog történt, és nyilván ők egy perspektívát mutatnak be. Én azt gondolom, hogy így valóban csak hergelni lehet nyilván egy választások előtt. Nem a Fidesz forgatta a filmet. Nem, de azért... Én azt gondolom, hogy ezért az nem készültett volna el. De a kritikák szerint van benne meglepetés, hogy nem Gyurcsány Ferenc a főgonosz, hanem Dobrev Klára. Márki-Zay Pétert még a hírek szerint nem sikerült belerakni. Lehet, hogy újra vágják, és igen, igen, ez majd az új verzió, a bővített verzióban már föltűnt. A rendezői változat. Na jó, de viccen kívül, szóval, hogy nem Gyurcsány Ferencre van teljes mértékben kihegyezve a kritikák szerint. És én biztosan nem fogom megnézni. Nem? Nem, a családom megnézi az ő dolguk. Ha? Nincs egyébként ilyen igény, ugye Székely is mondott egy családi példát az előbb, de én nem gondolom, hogy ezt tömegesen meg fogják nézni. Na menjünk, lépjünk tovább. Egy filmről van szó, biztos nagyon sokan megnézik, sok ember nem nézi meg, sok embernek fog tetszeni, sok embernek meg lehet, hogy nem. Menjünk tovább. Hát milyen jó, hogy van Magyarországnak egy ilyen pártja, tényleg nem mint az iszom, mert mindig előrukkolnak valami meghökkentő dologgal. Az ember azt gondolta volna, hogy csak a minimálbér 250 ezeres nettó összegéről van szó, amikor az iszom párt tulajdonképpen kampányol, vagy beszélne erről is. De van másik is, a közös lista, az ellenzék közös listájával kapcsolatban is. Ugye van valami... És erről még egy bejátszásunk is van. Ja, bocsánat. Oh. És abban összefoglaltuk önöknek ennek a lényegét, meg azt, hogy Gulyás Gergely mit szól hozzá, és akkor utána tényleg kérdezzük Székely Sándort. Jelenleg 7 frakció működik a parlamentben, ebből 2 kormánypárti és 5 ellenzéki. Ugyanakkor a következő ciklusban ennél több ellenzéki képviselőcsoport is alakulhat. Az Egyesült Ellenzék eddig 6-tal tervezett, Márki-Zay Péter javaslata ezt 7-re bővíteni. A részletekről még szerdán kérdeztük. Még az sem biztos, hogy hány frakció lehet. Onnantól kezdve, hogyha a Fidesz akármilyen megbízott ellenzéki képviselő által egy olyan módosítót fog beterjeszteni, ahol azt előírják, hogy akik egy listán indulnak, azok ötlezen egy frakcióba kell, hogy beüljenek, akkor természetesen egyetlen egy frakció lesz csak. Ezzel a határozati javaslattal Székely Sándor az iszom párt politikusa jelentkezett a parlamentben. Híradónak azt mondta, azért szeretné a változtatást, mert szerinte például a KDNP-nek úgy van frakciója, hogy választáson nem kellett megmérettetnie magát. Az ellenzéki pártok közül is van egy csomó, amit nem vagy alig mérnek, vagy hát ugye választási szituációban még akár meg sem méretették magukat. Ilyen is van, tehát a pálinkás féle párt, a Párbeszéd, az LMP, az MSZP, ugye ezek mind komoly pozában lennének, de egyébként még a Jobbik és a Momentum is billeg, hiszen elképesztően hullámzó a teljesítményük. Na, Székely úr, akkor itt élőben is mondhatja a javaslatait. Igen, ugye, ahogy ezt említette, az igen szólítás, az iszom, ahogy mondja, vagy sokan mondják, az egy baloldali párt is. Hogy lehetne máshogy mondani egyébként? Tehát ez a igen szólítás, de hogy ugye mi általában, ugye mi a fő célunk, ugye
a szociális válság felszámolása, 250 ezer forintos nettó minimálbér bevezetése, 50 ezer forintos családi pótlék, illetve a 150 ezer forintos minimum nyugdíj elérése. És van nekünk programunk, az igen szocializmus, aminek az a lényege, hogy egyenlőség legyen sok dologban. És mi azt gondoljuk, hogy ez nem árt, hogyha parlamentben is így van, de ennek a javaslatnak három okot is tudok mondani, és egyébként ebből kettő, én azt gondolom, hogy az ellenzékre nézve, az abszolút pozitív. Ugye van ez az első oka ennek a javaslatnak, hogy ugye például bent van a KDNP ebben a Magyarországgyűlésben hosszú-hosszú évek óta, úgyhogy soha ember még nem szavazott rájuk, ám de ők érdemben beleszólnak a magyar emberek sorsába, állami, komoly állami pozíciókat tartanak bent, most már kormányon is vannak, hosszú idő óta, és hát rengeteg pénzzel egy ilyen funkcióval. Igen, de mi a lényeg? De akkor most mondom, a másik két ok, az a kormány alakítás és a kormányhoz hatósággal van kapcsolatban. Ugyanis, hogyha, hogy is van ez a dolog, amikor vége a választásnak, ugye megalakulnak a frakciók. A köztársasági elnök meg fogja bízni a legnagyobb frakciót, ami valószínűleg a Fidesz lesz, így ebben a felállásban, akármi is történik, de úgy tűnik, hogy valószínűleg a Fidesz lesz. És hogyha 7 ellenzéki frakció van, akkor a Fidesz, de mondjuk kisebbségben van a Fidesz, akkor azért a Fidesz felajánlhatja bármelyik frakciónak, hogyha gyerekek, volt, ami volt, de mi kormányozzunk együtt. A Jobbik még két hónappal ezelőtt is egybe szavazott egy olyan törvénnyel a Fidesszel, ami ugye az összes többi párt azt mondta rá, hogy nem lehetséges. De ugye a politikában már sok ilyet láttunk. De a harmadik, és talán ez a legfontosabb, ez a kormányozhatóság. Ugye mi itt élünk ebben az országban, és látjuk, hogy mi volt mondjuk 2010 előtt az MSZP-SZDSZ kormányzásban, volt két párt, akik nagyon nehezen tudtak megállapodni. És állandóan, hát hogy mondjam, zsarolgatták egymást, hogy oké, akkor ez lesz, de csak akkor, hogyha én ezt megteszem cserébe. Most gondoljuk át, hogy 6 vagy 7 frakció esetén, amit bent van a parlamentben, hogyan fog ez menni, akkor, amikor ott lesz egy Fidesz, aki egyébként kőkeményen be van betonozva a magyar államban, és mindent meg fog tenni, hogy ezek a pártokat ugyanakkor megnyozni. Ezekre a pártokra azt mondták, hogy nem fognak tudni megállapodni, és még egy előválasztással fognak tudni lezavarni. Ehhez képest azért több mint 600 ezer embert kétszer elvittek az előválasztási urnákhoz, és azt mondja, hogy olyan pártok ülnek ott, akikre kevesen szavaznak. Mondják ezt önök, akikre hát így konkrétan nem tudjuk, hogy mennyien szavaznának. Ez nagyon jól mondta, hogy ezt nem tudjuk, mert a sajnos a közönkutatók azok általában belső tesznek minket a közönkutatásokba. Mi kértünk egy-két mérést, ott hát a pozitívak... Hát indulhattak volna az előválasztáson, és akkor feketén-fehérrel megméretik magukat. Mi négyszer jelentkeztünk az előválasztásra, a Borsod időközi választáson is szerettünk volna előválasztásra, de a 6 párt valamiért azt gondolt, hogy velünk nem éri meg, és 2,23%-ot értünk el azon a választáson, ahol nagyon sok párt, azok közül, akik ott vannak, valószínűleg indulni se tudtak volna, és ott abban a körzetben sem sincs szervezetük, és támogatottságunk. Azért ez a 2,23-mal lehet, hogy pártról van szó. Jobbiknak 10 évig tartott, mire a parlamenti küszöbet megugrotta. Igen, nem kell őket bántani, hát hadd dolgozzanak még. Csak reagáljon Szaniszló Sándor, hogy... Végülis ezek szerint ez csak a kormányzó képesség fenntartásáról szól. Ugye úgy látjuk, hogy lett volna egy kiváló alkalom részt venni az ellenzéki előválasztáson, ami ugye látjuk, hogy sikeres is volt. És sajnos az ellenzéki tábor nagy részében úgy látjuk, hogy többet foglalkozik ez a párt is a ellenzékkel, mint a kormányváltással. És hadd mondjak egy személyes példát. 2018-ban a Kunhalmi Ágnes 56 szavazattal veszített, miközben kamu és adott választásra létrejövő pártszövetségek több mint 320 szavazatot vittek el. Ugye ez kevésnek tűnik egy 100 000-es kertben 320 szavazat. Ilyen kiélezett a helyzet akkor 56. Sokat. Tehát az a véleményem, hogy sajnos az iszom is súlyosan veszélyezteti a kormányváltást, ami jövőre esedékes, és még mindig nem ez késő. Ez azt mondja most így burkoltan a egyenesben mondom, szerkesztő úr. Tehát sajnos azok azt a azt mondja, hogy kamupárt? Nem kamupárt, de hogy nem komoly, az biztos, és semmi esély nincs a kormányváltásra beleszólni. Az is biztos, és jelen pillanatban nem erősödik meg az iszom, csak arra lesz, hogy az ellenzéktől elvigyen éppen annyi szavazatot, hogy esetleg csatatért körzetekben nem jön össze a váltás, és ezért maradhat az Orbán. Ki kell mondani, mert más formában nem fog működni normálisan az ellenzéki pártok közötti egyesség. Hát erre reagáljon Székely úr, mert hogy Szanyi Tibor most otthon kapaszkodik a karfás székébe. Hát én nem gondolom, hogy a Szanyi Tibor kapaszkodik a
karfeszékbe. Mi nagyon régóta politizálunk, és azt gondoljuk, hogy ideje egy olyan baloldali pártnak is a Magyarország gyűlésben lenni, aki kiharcolja például a 250.000 forintos minimálbért, vagy azt, hogy mondjuk egy tanár, vagy egy ápoló, vagy egy rendvédelmi dolgozó ne keresessen nettó 300.000 forintnál kevesebbet. De most mondta a Stanisztor, hogy komolytalanok. Én azt gondolom, hogy lesz itt egy választás, és mert az emberek ezt eldöntik, mi tiszta szívvel megyünk, és kínáljuk ezt a programot a magyar emberek számára. Mi többször próbáltunk egyeztetni az ellenzékkel, hivatalosan is, és nem hivatalos formában is, ők számunkra azt mondták mindig, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként az is van, hogy egy tisztulási folyamat. Én azt gondolom, hogy akik ebbe a hat pártba összeálltak most, ők alapvetően egy jobboldali, liberális pártok. Most is egy, a DK, most... meg az MSZP, meg a Párbeszéd jobboldali pártok? Én azt gondolom, hát ez most is egy még konzervatív, vállalatlan konzervatív a miniszterelnök jelöltünk. Hát aki, mert az embereknek aki megsiratta a 2002-es... Rendben van. Ilyen emberek vettek részt, hát valóban egy ilyen választói közeg vett részt az előválasztáson, aki, és ráadásul Márki Zaj Péter mondta saját maga az avatón, amikor őt miniszterelnök jelölté avanzsálták, hogy akkor ők most le lett váltva az ellenzék. Ez az ő belső ügyük. Én azért mondom, hogy nekik van egy olyan miniszterelnök jelöltjük, akinek rossz véleménye van azokról a pártokról, akiknek az vezetik. Most kezdődne csak az interjú. Igen, ezt még tudnánk fogni. Egy mondatot engedjék meg, hogy... De csak nagyon gyorsan, mert nagyon kis alattunk. Nagyon gyors leszek. Egy dolog biztos, ha elindulnak ezek a kis vagy komolytalan pártok a választásra, és nem tudjátok megugrani a parlamenti küszöböt, nem mondhatjátok azt, hogy elnézést, mert egy vagy másfél százalékot értünk el, ez bizony nagyon fog hiányozni. Köszönjük szépen. Fogjuk majd folytatni. Köszönjük szépen.